és Vadon Janival. Ez itt a Best of Morning Show. Ami a legfontosabb, és ami most legjobban érdekli a hallgatóinkat, hogy ugye a Kairó járat szombaton megérkezett, és egy héten keresztül hát masszívan dolgoztunk azon, hogy legyen egy kis fogadó bizottság ott a Kairói járaton majd, illetve nem is a járaton magán, hanem Budapesten, amikor a Kairói járat ugye landol Budapest felé egy kettőm, és hogy reméltük, hogy a navosok kivonulnak. Szépen minden apró részletet mesélj el nekünk, a leszállástól kezdve, hol vettétek észre, mit vettetek észre, mi volt az első jel, mikor szúrtak ki benneteket, mi történt? Hát nem egy kis fogadóbizottság volt, hanem három, gyerekek, három fogadóbizottság volt. Annyira jó arcok. Na most úgy képzeljétek el, ugye mi pénteken délután 4-kor elhagytuk a szállodát, ez egy jó tanács a számotokra, hogy 19 órakor indult a gép, eszetekben ne jusson 18.30-nál hamarabb odaérni a Nels Pruiti reptérre, mert semmi nem történik. Ott ül... Azt tudom, az én rendeltem nektek a buszt, hogy menjetek ki jókorán. Aranyos vagy, főleg a Nehogy lekésétek azt a repülőt. Főleg a feleségedet csesztél ki, mert ugyanakkor ezzel párhuzamosan 4 óra 30-kor az összes bolt bezár a reptéren, tehát semmit nem tudsz csinálni. Egy nyomorult Wimpy van az emeleten, ahova az összes 20 utas bezsúfolódott. Mondjuk akkor látom, Jani boldog lesz. Semmi gond. Csoki torta. Te már ott is meg vagy. Ó, ne probléma. Csoki torta. Na, onnantól kezdve nagyon szép volt a dolog, Johannesburg átszállás. A kairói reptér 6 órán keresztül nem izgalmas. Nem egyáltalán. Volt egy 6 órás átszállásotok, ugye? Azt ne tudd meg. Írt a Viki is, hogy nagyon ki voltatok. 5.30-kor leszállt a gép, és 11.30-kor indult a budapesti kairói járat, amire úgy vártuk. Hát amikor már Horváth Gyulával nem tudsz miről beszélgetni, pedig Gyula gyakorlatilag bármihez hozzá tud szólni, ezt ismeritek, ezt a dolgait, már csak ültünk merett tekintettel a kairói reptéren, majd felszálltunk a gépre, ami elvisz Budapestre. Az első meglepetés akkor ért, ahogy leszállsz a gépről, szerencsére nekünk ugye csápra állt, tehát nem kellett buszozni, lesétálsz a csápról, és rohannak feléd az egyenruhás rendőrök. Nem hiszem, mert rohantak feléd a rendőrök. Ez nem... nagyon jó. Nagyon menő. Nagyon jó. Elkezdtek... futás közben ereszték el a kutyákat. Nem, kutyák nem voltak, csak rohannak feléd ilyen sietős léptekkel, és mindenki elkezd üvöltözni, hogy azonnal elővenni az útleveleket, ez egy ilyen plusz ellenőrzés, amit nem a gyakorlatnak megfelelő, de most azonnal igazolja magát mindenki. Hát mondom, ezt de nem. Csak ti, vagy a komplett repülő, vagy a ti stábotok. Ez csak négyünk. Megkülönböztetett figyelem. Mit intéztünk? Csak négyünknek szólt, hát mindenki ott már tudod, eltetted az útlevelet, ott már többet nem kell, már kiléptél, már bent vagy az országban, már mész, fölveszed a csomagot. Ez ahol a csomagokat várod? Tehát átmész a kapun, és várod a csomagokat, itt ez az a rész, ugye? Nem, ez még a kapu előtt volt. A kapu előtt a már jöttek a rendőrök. Mondom, jó, oké, értem a tréfát, gyerekek, marha fáradt vagyok, mert 24 órája utazunk, nézzétek, hogy mindenki hulla, jó, értjük a vicces, előveszi mindenki az útlevelét, belenéznek, megmutatja. Biztos ön az? Hát mondom, szerinted tesó, ki lehet még? Nézd már meg ezt a kérdést. Halljátok, George Clooney! Nem, ezt nem mondták, Jani. Ezt nem mondták, ezen már csak Anna is telovagoz, de nagyon aranyos tőletek. Na mindegy, megvolt az első ellenőrzés, oda megyünk a kapuhoz, itt jött a terelés, mert ott semmi nem volt. Ugye van egy ellenőrző kapu, ahol belépsz az országba, átvették az útlevelet, megkérdezték nagyon aranyosan, hogy milyen volt Afrikában. Mondtam, hogy tökéletes, jól éreztük magunkat. További jó utat kívánunk. Na, mondom, ennyit elt a két sráctól egy gyors rendőri ellenőrzés. Fölvettük a csomagot, és a csomag várakozó helynél, ahol ugye ledobják erre a kis futószalagra, ott mellém állt egy ember, aki gyakorlatilag egy méterről folyamatosan így az arcomat nézte. Nem hiszem, de jó arcok. Na most várjál, csak figyelt, csak ilyen csendes üzemmódban, csak figyelt, nem csinált semmit, csak figyelt. Nem csinált, csak állt. Itt még azt mondtam, hogy jó, ez vagy navos, vagy nem navos, vagy beépített ember, vagy nem, lehet, hogy csak kíváncsi rám is beszélgetni akar, én azért se nézek oda. Egy méterről így állt, hátra volt téve a két keze, és így meretten nézte az arcomat. Ennyi. Nagyon jó arcok. Jó, megvártuk, hogy lejöjjön a csomag, én mondom, nem szólok hozzá, tesó, ha akarsz valamit. De akkor... nem volt jó érzés, nem? Hát nem tudtad, hogy mi van. Nem tudtad, hogy mit akar. Aha. Hogy ez nagyon most jó. A személyednek szól, tudja, hogy ki vagy, tudja, hogy te vagy a rádiós, aki kint volt Dél-Afrikában, akar valamit kérdezni, de ha oda
odafordulsz, akkor ha ilyen ember, akkor el kell kezdeni vele beszélgetni, ahhoz én fáradt vagyok, ha navos, akkor ne adjunk neki ütközési felületet. Na mindegy, ez nem derült ki. Fölvettük a csomagot, mondom, most már megyek a zöld folyosón, bár volt bennem egy ilyen, hogy beszaladok a pirosba, hogy ellenőrizzetek, most akarom. Elindulok a zöld folyoson, és tudod, egymás mellett van bal oldalt a zöld, jobb oldalt a piros, és van egy kis elválasztó fal a kettő között, és ott állt egy egyenruhás kolléga. Hát mondom, de még nem számított erre, hogy téged, csak olyan ott úgy állt, figyelt, ő nem? Ő ott állt és nézte az embereket, így aha. Van. De még csak az se volt, hogy rajtam egy kicsit jobban megakadt volna a szeme. Na mondom, jó van, vége a dolognak, megyek ki, itt vannak a srácok, meg anya, ölelés, puszi, de jó lesz. Ahogy mellé értem, abban a pillanatban, ahogy mellé értem, kilépett elém balra, és megállított. De tudod, annyira váratlanul ért a dolog, hogy nem tudtam mit mondani, mert éppen el akartam mellette menni, amikor így balra kilépett a csávó. Jó napot kívánok! Na, honnan érkezett Magyarországra? Hát mondom, ezt nem hiszem el. Honnan érkezett Magyarországra? Mondtam neki, hogy Kairóból, ugye érti? Kairó. Azt mondta, hogy jó, azt érti, ez átszállás volt, vagy pedig onnan jöttem. Tehát az volt az úti célom, mikor elindultam. Nem mondom, ez átszállás volt Johannesburgból. Akkor itt mondta, hogy nagyon jó, de hogy oda, hova mentem, vagy oda, honnan mentem, elmondta, hogy jó, hát Nelspruitból jöttem, rádióztunk kint, dolgozni voltam, aha, és van-e valami elvámolni valója? Nem, de itt már mire gondolt, hogy itt most, tehát ez már az, hogy ők kivonultak, vagy áthutott az agyadon az, hogy Jézusom, ezek lehet, hogy nem kivonultak, egyszerűen csak kiszúrtak, és elkezdtek téged ellenőrizni, mert én nem gondoltam volna egyből arra, hogy na hallgattak, sokkal inkább arra gondoltam, hogy basszus, tényleg kiszúrtak, nem lehetek ilyen szerencsétlen. Hát nem? Pont ez volt bennem is, hogy nem tudtam, hogy hogyan reagáljak, hogy ez most játék, játék, és menjek bele, kezdjek el velük szórakozni, vagy érted? Vagy ez tök komoly, igen. Ez egy tök hivatalos ellenőrzés, amin egyébként bárki áteshet, csak pont ott engem szúrtak ki. Ha ott elkezdesz viccelődni, az viszont nem jó, mert akkor meg kihúzod a gyufát. Tehát hivatalos személlyel nem szórakozunk. Érted? Igen, ha nekiállsz arcoskodni, jó, ha hallgattad a rádiót, nem hallgattam, kinyitnám bőrönyét, tudod, akkor meg belefutsz. Akkor meg belefutsz, mert honnan feltételezed azt, hogy biztos, hogy azért csinálja, mert hallgatta a rádiót. Mi van, ha csak kiszedett úgy egyébként? Tehát itt az ember még tényleg nem tudhatja, hogy mi van. Na csak pontosan, a félreállított? Pontosan ez munkált bennem, mondom. Hát Dél-Afrikából jövök, nincs elvámolni való, mert én tudom nagyon jól, hogy 450 euróig lehet vámmentesen behozni, és én ezt figyelembe vettem. Na most ekkor jött a csavar. Nem 4,50, 4,30. Hát mondom, tényleg most azon a 20 eurón fogunk veszekedni, azt mondja, hát ez szabály, a szabály. Legyen olyan kedves, tegye föl a csomagját ide a következő asztalra. Jaj, de jó. És mögötted a Gyuláék, Vikiék, ők tovább mentek? Hát ők sírtak, ők álltak érted, és sírtak a röhögéstől. Én hátra sem mertem nézni, mondom, nem márthatom be a többieket, hogy velem vannak, mondom, én egyéni utazó vagyok. És akkor itt jött el ez a pillanat, hogy az a fiatalember, aki beugrott elém, és megkérdezte, hogy én honnan jöttem, mondta, hogy akkor legyen olyan kedves, fáradjon át az ellenőrző kollégákhoz. Mert van egy, aztán én megtudtam, hogy van ő a poszt, aki nézi, és aki gyanúsan viselkedik, azt ő szúrja ki, ekkor vagy beteszik a csomagodat megint egy átvilágításra, ott kint is van egy gép, vagy egyből oda mész az átvilágító asztalhoz, vagy hát a vizsgálati asztalhoz, ahol két jóképű fiatalember várt engem, az egyik a pult mögött, a másik pedig egyenruhában a pult előtt, és ott még mindig nem tudod, hogy most szivatnak, vagy komoly a dolog. Hogy mi történt, nem kezdesz el arcoskodni, hát persze, hát nem tudod, hogy mi van. Ott már annyira kellemetlen volt, ott mondtam, hogy jó, legyen, ami legyen, oda mentem, hogy jó napot kívánok, akkor fölteszem a csomagom, szedjenek szét, menjünk a vizsgálatra, nem érdekel, csak engedjenek el, mert most már én ezt nem bírom. Tehát nézzék meg ott a csomagot. A család, a gyerek. Ott van, itt állnak kint, egy ajtó választ el tőlük, értsék meg, két hete nem láttam őket, nincs nálam semmi, a gyémántokat azt ugye már elrejtettem. Mondtam nagyon bátran, mondom, oda, tessék, itt van, szedjék szét, kezdtem leszedni a csomagomról, ahogy hívják ott, de ilyen bevédőfóliáztattam, és akkor elröhögte magát az a fiatal ember, aki a pulton kívül állt egyenruhában, és akkor mondta, hogy hadd mutatkozzam be,
Schuller 100 000-es úr vagyok. Nem hiszem, kiment ő is, kiment személyesen. De jó. Képzeljétek el, személyesen kijött ő maga, és mondta, hogy nagyon nagy megtiszteltetésben van részem, mert ő neki nem kell egyenruhát hordania, tehát ő neki ezt nem kell fölvennie, viszont a tiszteletemre akkor beöltözött az egyenruhájába, és a másik kollégával együtt ott elkezdték mondani, hogy hát akkor most kezdjük el a csomagok vizsgálatát, mondom, a fiúk azt csináltok, amit akartok, csak essünk túl rajta. Úgyhogy még a mai, ja, és próbáltam kiszedni belőle, hogy akkor ez most a rendőri ellenőrzés az első poszton, a második fiú, aki odalépett elém, ez most tudatos volt, és mondták, hogy hát igyekeztek meg ünnepelni azt, hogy én hazajöttem. A hideg meríték járt. Döbbenet. Tehát fölépítették a rendőrsztorit, aztán szépen kiszedtek. Még egy gumikesztyűs vonal lehetett volna a dologban a végén. Volt náluk. Csattani a gumikesztyű, hogy Ferencem akkor. Hát a csomagjában nem találtunk semmit, akkor legyen szíves átfáradni egy másik vizsgálóba és alsó gatyára vetkőzni. Azt, ha megcsinálják, úristen, elmondom neked, az mekkora csavar. Elmondom neked, hogy ott volt a pulton egy papírdoboz, amiből kikandikáltak a gumikesztyűk, tehát maga a szett az megvolt, de odáig nem jutottunk el. Egyébként aztán mondtam is, hogy ha még egy kicsit tovább viszik, akkor teljesen végem van. Én így is teljesen kész voltam a dologtól, mert tényleg ez a nem kettőség. Nem tudod, igen. Hogy ez most igen, hogy komoly vagy nem, vagy most hallgatták, nem hallgatták. Vagy tényleg meg akarnak vizsgálni. És hát annyira rezzenéstelen arccal csinálta végig mindenki. Tehát az a srác, aki például elém lépett a piros meg a zöld kapunál, aki megállított és ugye elkezdett kérdezni, hogy honnan jöttem, az annyira vérprofi volt, hogy az Hogy én nem is tudom elképzelni, hogy ő most tényleg nem tudta, tehát neki adtak egy információt, hogy jön ez az ember, megmutatták az én fényképemet, tessék, ezt ki kell venni a sorból, mert annyira rezzeléstelen arccal csinálta, egy fél mosoly nem volt az arcán. Érted? Pedig próbáltam így beugrasztani, hogy mondom, hát... Igen. Elégnek... Egy összekacsintás, elmosolyodik el, tudod? Semmi. Igen, semmi. Nagyon jó. Én vagyok, tudod? Nem. Igen. Érted, tudom, tudod. Hogy mire játsz. Érted, tudod, ez most vicc, vagy nem vicc? Igen. Na mindjárt megkérdezzük, hogy történt ez, mert hogy itt van, ami Attilánk, Schuller Attila, Vámi Sövédéki szóvivő. Attila, jó reggelt kívánunk, hello! Jó reggelt, sziasztok! 100 000-es csókolom az arany kezed. Óriásiak vagytok, hogy ezt megcsináltátok. Hát ez szenzációs. Ezt mi toltuk egy hétig, kicsit egyébként nem gondolván komolyan a dolgot, hogy ti ezt valójában bevállaljátok, de hát le a kalappal, ez nagyon jó. És az, hogy te is kimentél, hát ezt meg aztán külön szeretjük. Milyen volt Feri arca? Kicsit megdöbbent. Tehát azt látszok rajta, és ott láttam, hogy figyelj nagyon a gumikesztyűt az asztalon, ami ki volt készítve, de azért el kell, hogy mondjam, hogy ő volt a leggyengébb láncszem a csapatban, mert azzal kezdte, hogy ő nem hozott semmit, de az utastársai azok bizony igen. Azonnal bemószerolta a többieket. Hát figyelj, a Gyulára mutogattam, mondtam neki, hogy ha itt valaki kábítószert nyelt, akkor nézzék meg azt a hasat, hát csak abba férhet el. Figyelj, és ti kiadtátok a... Mondjad? Egyébként ez kockázatelemzéssel történik az egész, tehát a kollégáim is hallgatják a műsorotokat, és ez valós egyébként, hogy egy rádióműsor alapján, vagy egy újsághirdetés alapján ellenőrzést tartunk, úgyhogy ez teljesen életszerű volt, hogy így kvázi felkészítettetek minket arra, hogy Feri majd fogjon és esetleg hoz valamit magával, és azt gondolom Ferinek is kérdőt, hogy ez nem arról szól, hogy most itt az utasokat vegzáljuk, és minél jobban visszatartsuk őket, mikor már fáradtak több órás repülőút után, hanem itt bizony biztonságról van szó, hiszen kábítószert, fegyvert csak itt tudjuk kiszűrni, hogyha ellenőrizzük őket. Nagyon helyes, hát ezt kellett a Ferinél is keresni, kábítószer és fegyver. Mind nem a kettő, mondtuk, persze, mi? Nyilván. A Kairói járattal érkezik. Attila, azt elfelejtettem a helyszínen megkérdezni, igen? Hogy az a srác, aki ott a két kapunál, a piros és a zöld kapu, ahol ketté válik, ott engem megállított, ő beavatott volt? Mindenki be volt avatta. De óriásiak vagytok. Én egy fél órával a visszakezés előtt kín voltam, és akkor nekem már mondták a kollégáim, hogy felszálltatok, rendben, négyen vagytok, úgyhogy várunk benneteket szeretettel. Ja, hogy leadták a drótot, hogy ők fölszálltak, ott így vannak, van, tehát négyen vannak. A törvény szerint mi hozzáférünk az utaslistához, tehát azt megnézhetjük, és láttuk, hogy kik azok, akik együtt utaznak. Istenem, de jó ilyen rohadéknak lenni, komolyan. Én úgy szeretem, hogy kiszedtek, Feri. Nyilván most ezt te viszonozhatod majd, mert egy hónap múlva mi is érkezünk. Én mi nem készülünk tudod, semmivel, dehogy is. Hát tudjátok, hogy én nem vagyok ilyen. Oh. Igen, mi majd, ha minden igaz, egy frankfurti járattal érkezünk valamikor november vége felé, vagy közepén. Szóval, hogy érkezünk majd mi is. De nagyon-nagyon-nagyon jó arcok vagytok egyébként, hogy ezt így bevállaltátok. Ez nagyon, nagyon helyes. Köszönjük. Meddig tartott maga a dolog? Egy 5 percet
állítottátok félre Ferit körülbelül? Hát körülbelül 5 perc lehetett, nem akartok nagyon feltartani, mert mindenki tisztában van azzal, hogy több órát utazott, tehát fáradt, és hát nem tudom, hogyha valaki fáradt, akkor lehet, hogy nincs nagyon kedve poénkodni. És ezért nem akartuk tovább feszíteni a hút, de rendes vámvizsgálat volt, tehát amikor ő ott átjött a zöld folyosón, akkor ő kvázi bejelentést tett, hogy nem hoz magával bejelenteni való árut, és én már csak a végén voltam ott, hogy megnyugtassuk, hogy akkor minden rendben volt, és nem kell attól tartani, hogy esetleg testüregvizsgálatot tartanak a pénzügyőrök, vagy elviszik egy CT-re, hogy megnézzük, hogy a gyomrába lenyelte valamit. Figyelj, én annyira kész voltam az egész dologtól, hogy amikor te leleplezted magad, hogy te vagy az, akivel mi szoktunk beszélgetni itt reggelente, én nekem még úgy az se esett le, nem tudom, nyilván fáradt is voltam nagyon, meg amikor már te voltál a harmadik ember a sorban, aki odalépett, na akkor most tessék, nézzük meg a csomagot, akkor mondtam, hogy jó, nézzük már, csak haladjunk, és aztán ugye te elmosolyogtad magad, és elmondtad, hogy te vagy az, akivel mi szoktunk reggelente beszélgetni, én már az nekem az ilyen elment információ volt. Nem is tudtam, mit kezdeni, mondom, jó, oké, nem érdekel, hogy ki vagy, nézd meg a csomagot, meg nyújj be a fenekembe, csak menjünk már! Igen, minden a vazelines bödönöket kerestél fel, mert mi erre készítettünk téged. De nagyon rendesek voltatok, tényleg. Köszönjük szépen, Attila, hát a kollégáimnak. Átadjuk meg, hát mondjátok nekik is, így van, mert nagyon-nagyon helyesek vagytok. Ha minket kihagytok, az nem lesz baj, nem fogunk megsértődni egyébként. Én átszállok vonatra. Mi Frankfurtba a kocsival jövünk, személyautóval. Majd valamit kitalálunk, személyautót is ellenőrizhetjük, hiszen az ország területén bárhol bárkit megállíthatnak a NAV pénzügyőrei mélységi ellenőrzés keretében, tehát ahogy szoktam mondani, hogyha nincs félnivalótok, akkor nem kell tartani a NAV-tól. A NAV süssör rád, Attila, hogy ilyen jó kedvű vagy. Köszönjük szépen, vigyázz magadra, Attila. Köszönöm, Attila. Szemasz. Őrnagy vám és jövedéki szóvivő vonalban. Hát gyerekek, komolyan mondom, sose gondoltuk, hogy ennyire jó arcok, nem? Na, nagyon. Hm. És azt elmondta, ezt meg kellett volna kérdezni. Kicsit minden... kezdek izgulni, hogy velünk mi lesz. Semmi. Hát tudod, hogy én nem vagyok ilyen, hogy készülök. És azt mondta el még az Attila, hogy ők hallgatták a rádiót, és akkor nem nagyon tudták eldönteni, hogy mi legyen, mert ha a felkérés után, amit te most már 2 hete nyomsz, hogy majd én megyek haza, nem csinálnak semmit, akkor az a nem jó. Ha valamit csinálnak, akkor arra meg nyilván én készülök, az a nem jó. Mondta, hogy nagyon sokat gondolkoztak rajta, és hát így döntöttek, mondtam, hogy kiváló döntés volt. De tényleg kiváló döntés volt, hogy a frászt hoztátok rám. A Jobbik utat választották, ezt nem lecsapni, igen. Az akkor azt gondolhatjuk, hogy elhanyagolták a Kairó járatot, és nem vonultak föl. Így viszont biztonságban érezzük magunkat, hogy senki nem tud behozni semmit egyébként Kairóból. Igen, még egyébként tényleg milyen szerencsé, hogy nem vettél ott valami 600 karton cigarettát, vagy valamit tudod. Feltételezve, hogy úgy se lesz semmi, ezzel a NAV nem foglalkozik, és egy ilyen hatalmasat pereceltél volna. 4 ilyen afrikai szobor, 3 műkincs, 400 karton kubai szivar, tudod, a vámmentes övezetben 60 darab parfüm, amit így behoztál volna. És így dugdosod el, szánalmasan dugdosod el a repülőtéri nájlonzacskókat a hátad mögé. Nincs nálam semmi, és látják, hogy ott van a free, duty free. Ilyen vicces ellenőrzésnek indul, és kirül, hogy 4 órán keresztül kellett szétszedni a csomagodat, mert annyi mindent hoztál. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy 2 hétig mondtad a Kairói rájatot. Tudod, hogy az ember mindent megtesz. Az ember mindent megtesz. Tudom, köszönöm. Hogy érezd a hazaszeretetet, igen. Morning Show. A Klassz FM. Ahogy ígértük, hívjuk Hajdú B. Istvánt, aki tegnap döntött úgy, hogy végül is nyilatkozik nekünk, de nem azért, mert hogy ő szeret ezzel haknizni, nem is azért, mert hogy ezt világá akarja kürtölni. Egész egyszerűen annyit mondott, hogy kedveli a műsort egyrésztről, kettő, hogy hát annyi butaság jelent meg róla, vagy vele kapcsolatban az elmúlt pár napban, amit nyilván első kézből szeretne helyre tenni, és elmondani, hogy mi az igazság, mi nem. Amit mi tudunk ugye, most állítólagosan, hát hogy ez most tényleg valóban így van-e vagy nem, hogy pénteken este futballozás közben lett rosszul, és hát mentők szállították kórházba, és volt egy vérrög, amit találtak az ő szervezetében, de ez is csak egy bulvár sajtóból jött értesülés, hát aztán kérdés, hogy mennyi köze van ennek a valósághoz igazából, de arra gondoltunk, mivel egyébként nagyon kedveljük őt, hogy felhívjuk és megkérdezzük, hogy mi a helyzet. Ugye talán már a tegnapi adásban is elmondtuk, hogy nagyon drukkolunk neki, és akkor még olyan híreket kaptunk, hogy intenzíven van, azóta már ugye kiderült, hogy állítólagosan elhagyta az intenzív osztályt. Most ebben a pillanatban ennél frissebb és hitelesebb információt nem kaphat senki.
Csak közben nézem a potáról. Igen, nézem a Feri képét, mert a Feri egy pillanatra mozdulatlan lesz, akkor nem tudom, hogy lemerevedett a kép, és lefagyott, nem vagyunk, vagy csak Feri mozdulatlan, vagyunk. De mozdulatlan. Hát figyelj, az van, hogy én belenéztem ebbe az Instába, hát ember, te egy fotó, nem akarom elterelni a Hajdúbéről a szót, de hát egyszerűen te... Úgyis hívjuk még, addig, mert megszakadt. Te egy fotóművész vagy, egy őstehetség, egy Robert Capa, érted? Emberek, hát nem fogjátok elhinni, tehát, hogy itt ami képek vannak, te honnan van neked motorod? Milyen motoron? Van egy motoros kép az Instán. Hát az még a rádióba készült, egy műsor, amin ott voltál, csak valószínű, hogy átaludtad. Tényleg? Nagyon jó. Nem, emlékszem, most már kim voltunk. Na. Ez a háromkerekű motor, amikor ugye itt motoroztunk. Na. Jól van, sikerült kapcsolatot létesíteni Annának, úgyhogy ha minden igaz, akkor már jelzett is. És itt van velünk Hajdú B. István, jó reggelt kívánunk! Hello! Jó reggelt mindenkinek! De jó hallani a hangodat! Jó hallani a hangodat, igen. Fölvettem ilyen bekötönéseket előre. Nekünk az is jó. Na, hát tegnap mi már így éteren keresztül javulást kívántunk neked. Nem tudom, hogy az eljutott-e, igazából mindegy is, nekünk fontos volt, és hát nagyon sok mindent olvas az ember, és azért örülünk, hogy beszélünk, leginkább azt hiszem, hogy miattad, mert hogy gondolom, hogy rengeteg tévinformáció jelent meg rólad az elmúlt napokban, amit egyébként te is mondtál, hogy szeretnéd ezeket tisztázni. Igen, hát volt egy-két félreértés, vagy egy-két tipp talán, ami nem feltétlenül fette teljes mértékben a valóságot, de végül is a szituáció az egy péntek esti labdarúgó kispályás foci meccsen kezdődött, amikor egy olyan negyed óra után éreztem, hogy valami nem stimmel. És akkor mindent kipróbáltam, kimentem, megmosakodtam, leültem, hát ha csak tudtam, elfáradtam, de egy ilyen mellkasi fájdalom, ami nem lehet azt mondani, hogy szép feszítette volna a mellemet, és darabokba estem volna, de a lényeg az, hogy ez nem szűnt. És mivel ez a fájdalom nem akar szűnni, egy negyed óra múlva úgy cukros vizet ittam, tényleg mindent csináltunk, már ott egy nagyon kedves recepciós hölgy segített, kihívtuk a mentőket, a mentők viszonylag gyorsan megérkeztek, és a mentőorvos előbb mért egy vérnyomást, ami 210/140-et mutatott, ami egy csöppet magasnak tűnt, és aztán pedig egy EKG-t vett, amelynek a záró mondata az úgy hangzott, hogy ön most épp egy infarktusban van. És akkor attól kezdve rendkívül profi, higgadt módon elmondta, hogy nagyjából mi fog történni, hogy majd el fognak vinni egy kórházba, ahol már fölkészülnek egy műtétre, ahol egy úgynevezett stentet, tehát egy ilyen irpótlót fognak betenni, hiszen az infarktusnak ez a lényege, de ne ijedjek meg, mert ha bármi történik, akkor itt a mentőkocsiban is azért föl vannak készülve arra, hogy beavatkozzanak, ha kell. Majd azt hiszem, azzal zárt a mentőorvos, hogy mostantól kezdve pedig nem fogom elhinni, amit mond, mert morfiumot fog kapni, de ettől függetlenül elhitte, amit mondok, és végig magamnál voltam. Valóban behoztak a budai irgalmasok kórházába, ahol azonnal meg is Sármán Balázs doktor meg is műtött, meg is mutatta utána, hogy hol volt a vérrög, az hogy tűnt el, és onnantól kezdve egy 48 órás megfigyelés, szigorú megfigyelés alatt álltam, majd most már a kórház egy másik osztályán vagyok, és körülbelül úgy érzem magam, mint pénteken délután, amikor fogalmam nem volt arról, hogy van egy vérrögöm. Hát ez egyszerre ijesztő és megnyugtató, mert hogy ez a hozzáállás, ez a vérprofi, amit te most itt vázoltál nekünk, tehát ez egy nagyon-nagyon szimpatikus és tényleg nagyon-nagyon profi. Azt mondta a jelenleg kezelést, a rehabilitációt elkezdő Wagner Ince doktor, hogy ha valamikor infarktust akar kapni, akkor így kell infarktust kapnia. Tehát példaértékű voltál. Viszonylag nagy rög volt a koszorú érem, ami azért az eret nem tudta teljesen eltorlaszolni, vagy azért nem, mert nem volt mégsem akkora, vagy azért, mert a mentős által beadott gyógyszer ugye annyira kitágította azért az eret, hogy valami véráram folyjon. Egy órán belül gyakorlatilag a baj észlelésétől kezdve a műtétre sor is került. Tehát nekik relatíve idézőjelben mondom, annyiban egyszerű dolguk volt, látták, hol mi van, azt gyorsan ki kellett szippantani, ami pedig a legjobb hír, hogy ugye a másik két koszorú eret is megnézték, annak kutya baja. Tehát itt az valahogy oda került, és ahogy
ahogy itt fogalmaznak, most már gyakorlatilag ezzel az infarktussal a világon semmi dolgunk nincs. A dolog az, ami fontos, és az egyébként mindenkinek a számára fontos, akinek még soha nem volt infarktusa is, hogy a következő infarktust valahogy elkerüljük. Jó. Azt ilyenkor meg tudják mondani, hogy ez a vérrög miért alakult ki? Vagy... Igazából konkrét okat nem tudnak. Vélelmezhető az, hogy az érfalon valami kis ilyen plank lehetett, ami a futball okozta fokozottabb terheléstől leesett és vérröggé alakult át. De az is elképzelhető, hogy ugye hát ugye végigjátsz az ember, hogyha nem megy el mondjuk focizni, hanem otthon fekszik, akkor valószínűleg ilyen nem történik, de elképzelhető, hogy másnap reggel fölemel egy, nem tudom, egy hatos ásványvizes csomagot, és akkor pottyan le oda valami. Tehát igazából az infarktus kialakulásának körülményei, hogy mondjam, a tudomány azért nem 100%-osan dolgozta föl. Vannak bizonyos rizikófaktorok, amelyeket, mit tudom én, a minden ember esetében valamelyik nagyobb, valamelyik kisebb. Most mondok egy példát, például nálam a dohányzás az szóba nem kerül, mert nem dohányoztam. Ugyanakkor meg mondjuk az egészségtelen táplálkozás, vagy a talán nagyobb stressz, az fokozottabban vezethet ennek a kialakulásához. Tehát ezt most most elkezdik majd ma szépen nézegetni, hogy mi az, ami közrejátszhat neked. Hát ilyenkor a szervezet egy picit fölborult, tehát itt a vérnyomás beállítás, vérhigító azért, hogy ez a bizonyos stent tudjon működni, ezek kellenek, tehát különböző kisebb-nagyobb tablettákat, bogyókat, azt reggel 5-től fokozatosan elhelyeznek a szervezetembe. Pista, iszol te rendesen? Hát ez volt a másik baj, hogy talán az ember be van rúgva, akkor eleve nem hiszik el, hogy fáj a szíve. Az elképzelhető. Főleg a részegen focizik. Passzolj már! Mire passzol? Lehet, hogy úgy játszottam, mint aki be van rúgva, de hozzáteszem, maga csapattársaim ebből semmit nem tudtak, tehát ők futballoztak tovább. Azt látták, hogy én lekéreckedem, és elmegyek. Gondoltam, azt hitték, hogy lezuhanyzom, hazamegyek, megvárom őket. És amikor ők készen voltak, és mentek volna, akkor látták, hogy egy hordágyon fekszem egy mentőnél, de hát mindenki rendes volt a teremben, ugye meg kellett keresni a tajkártyámat a táskámban, meg a kocsit idehozták a kórházhoz, tehát mindenki roppant segítőkész volt. Még egyszer mondom, amit ti is mondtatok, hogy vérprofi munkát, szó szerint vérprofi munkát végeztek mind a mentősök, mind az orvosok. És akkor az elképzelhető most majd egy Hajdúbé közvetítés, majd ha visszamész dolgozni, akkor ugye neked nyugodt körülményeket kell teremteni, ilyen lesz, hogy hát a négyes játékos, megint nem tudom nem ki idegesíthetem az, de mindjárt. Magam. Nem fut, de megértem. Péntek este volt, szombaton egy Honvéd Paks meccsre kellett volna mennem, ami egy unalmas nunu volt, gyakorlatilag a hordágyból végig lehetett volna közvetíteni. Nem, hát én azt gondolom, hogy nem hiszem, hogy engem annyira kihozna a sodromból egy sportesemény, hogy amiatt ott lefordulnék, még akkor is, hogyha ez egy sportúsági infarktus közeli állapotba hozott minket, ez és ez a csapat. Úgyhogy ez szerintem nem lesz akadály, nyilván hát nagyon sokan kívántak, és nektek is köszönöm jó kívánságokat, biztató üzeneteket, De az megfigyelhető, hogy főleg mondjuk a mi foglalkozásunkból adódóan nagyon sokan úgy érezték, és ennek hangot is adtak, hogy ez tulajdonképpen velük is megtörténhetett volna. Hiszen azért valljuk be, nem a legegészségesebben élünk, keveset alszunk, stb. És nem fordítunk annyi figyelmet a pihenésre, olyan dolgokon is fölizgatjuk magunkat, amin esetleg nem kéne. Úgyhogy hát ez intőjel nekem is, mindenkinek, hogy egy picit a saját szervezetünkre. Talán a legmegdöbbentőbb ebben az, hogy váratlanul ér minket, nem? Szóval amíg az ember ezt mástól hallja, addig kicsit az ember sebezhetetlennek gondolja saját magát. Aztán történik egy ilyen, hogy ott vagy egy edzésen, egyszer csak egy mellkasi fájdalom, következő pillanatban már mentős műtét, és ott valahogy az ember úgy képzeli, vagy hát én is sok hasonló helyzetben lévő emberrel beszélgettem, hogy egyszer csak úgy meglegyint valami, amin úgy azért elgondolkozol, és átértékelsz egy-két dolgot. Te jó Isten, én is ilyen sebezhető vagyok, te jó Isten, ez velem is megtörténhet, és akkor ilyenkor jönnek ezek a nagy átértékelések, nem? Az ember pihenésével, munkájával, táplálkozásával kapcsolatban, amikor rájön az ember, hogy sebezhető. Vagy hogy ez vele is megtörtént. Nálad volt ilyen, vagy gondolkoztál ezen? Hát, hogy mondjam, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy engem megcsapott a halál szele. Mármint érzés. Egyébként megcsapott,
mert ha én ott, mit tudom, én szívoskodom, és azt mondom vissza, na, kapuba még azért beállok egy kicsit, ott focizgatok, akkor könnyen lehet. Hasznos tagja leszek, és az a bérlög leszakad, így van. Igen, könnyen lehet, hogy nem. Ha nem ér oda időben a mentő, ha nem műtenek meg profit, ezer minden dolog történhetett volna. Inkább az van, hogy van néha olyan, amikor az ember úgy érzi, hogy fárasztabb, ezt csinál, azt csinál, de nincs következménye. És ha nincs következménye, tehát úgy tudnám ezt fölfogni, hogy mintha amikor játszol a ruletten, és teszel a pirosra, és állandóan nyersz. És tudod, hogy egyszer nem fogsz nyerni, mert előbb-utóbb biztos, hogy bejön a fekete, na de abban biztos vagy, hogy a következő burításnál még piros lesz. És egyszer csak fekete lesz. Már a szó átvitt értelmében azért. Úgyhogy nem tudom megmondani azt a pontot, hogy nyilván áldom az eszem, a saját nagyságom, azt most itt fényezem, hogy kijöttem, és erre a fájdalom, mert erre tudtam, tehát nagyon sokszor voltam fáradt, tehát nagyon-nagyon sok minden volt, amit a szervezet, az ember azért megismeri a saját testét, szervezetét, tudja, hogy mire, hogy reagál. Ez egy olyan fájdalom típus volt, amit még soha nem tapasztaltam. És mivel nem szűnt meg, tehát noha mindent kipróbáltunk ott, ami lehetséges, ezért gondoltam azt, hogy ez egy kicsit komolyabb, mint aminek elsőre látszik. Tehát itt nem hihetetlen, arról, hogy azért még... szúr az oldalam, mert beszorult a levegő. De hihetetlen, hogy még infarktus sem tudsz kapni amatőr módon, hogy ezt is profiként kell végigcsinálni. Érted? Hát már én gondolkodom, hogy ez egy előre megszervezett infarktus volt. Hát kérlek szépen, hát nyilván nem. Tehát azért mondom, hogy a mindannyian, majdhogy nem, ahogy itt elmondták, hordozunk magukban egy potenciális infarktust. Ha tetszik, ha nem. Hogy azt megkapjuk-e, vagy még az utolsó előtti akadálynál valamit változtatunk, hogy ne kapjuk meg, arról nem is tudunk, sőt olyan is van, aki kihord lábon infarktusokat, kisebb infarktusokat. Olyan infarktusok is vannak, mint megtudtam, amelyeket talán maga az orvos meg a beteg észre sem venne, ha a műszer nem mutatná. De hát az a jó, hogy azt érezt most itt el meg tudjuk beszélni, nem pedig itt egy nekrológot kell mondani, hogy hely Pista, hogyha azt a lövést még nem akarod ott kivédeni. Hey, látod, igen. De írják a hallgatók, egyébként nagyon jó arcok, abszolút együtt éreznek veled, azt mondják, szinkronúszást még közvetíthetsz. Így van. Nem a víz alól, nyilván. Igen. A víz alá már nem mehet. Ennek a hallgatónak azért azt mondanám, tehát ha úgy gondolja, hogy beugrik 6 nő fürdőruhában egy vízbe, az már engem nem izgat föl, akkor ez sértésnek vetem. Nagy a baj. Az a baj, ott van az a rohadt orcsipesz, ami annyira kiábrándító, hogy bárhogy néznek ki, meg bármit csinálnak, az orcsipesz miatt egyszerűen oda az illúzió. Komolyan de abban egyébként, tökéletesen igaza van a hallgatónak, hogy mielőbb szeretnénk újra hallani tényleg az éterben, ahogy az izgalomtól túlfűzött hangon mondod, hogy vezér lép F4-re. Igen. Írják neked is, nagyon sokan jobbulást kívánnak meg, sokan drukkolnak neked, hogy hát ez az, látod, ez a rohadt foci, marad a PS. Tehát az... Igen, aki játszik az értő, hogy miről van szó, hogy ez maradt már ebben a formában. Na jó, van, örülünk akkor, hogy jobb a hangod. Igazából tényleg olvastuk ezeket a híreket, és nagyon drukkoltunk neked. Hát a nehezén túl vagy, mondhatni. Milyenek a szobatársak? Egyedül vagy? Többen vagytok? Megkaptad-e már a kórházi kosztot? Vigyünk-e valamit? Mivel most egyedül vagyok egy két ágy a szobában, így a szobatársakról nem mondom, hogy órákig tudnék beszélni, de nincs itt senki. Azt azért hagyd tegyem hozzá, hogy ebben az őrzőben, ebben egy hatágyas korterem volt. Tehát itt azért, tehát azért ez maga a csoda. Tehát volt mellett, ugye függőnnyel el vagyunk választva, tehát az arcokat nem is látom, hogy itt vannak mellettem. Mellettem feküdt például balra Klárika, egy idősebb hölgy, tündéri asszony, aki a harmadik napon elmondta, hogy őt tulajdonképpen Klárikának hívják, hiába van a lázlapon Irén írva, és most már hallgat az Irénre is, de valójában Klára. De hát nem bánja, ha Klárának szólítják, mert ez valódi neve. Hogy ott volt egy tündéri ember, Laci bácsi, akihez a felesége, lánya, szinte egész lányai egész nap bent voltak, de minden este 9:30-kor Laci bácsi átértékelte a világot, és úgy gondolta, hogy ő most egy szombathelyi kosárlabda csapat edzésén van. És elkezdett nekik edzést tartani, miközben tépkedte le magáról nyilván azokat a műszereket, amiket nem kellett volna, és 4:45-ig arról, hogy ő Asbót Józsefnek szedte a teniszlabdát egészen odáig, hogy a szombathelyi jégpályán mit csinált, elmondta a fél életét. Hát ez mint az alvást gátolta,
És akkor, amikor 4-6-kor már azt hittük, hogy nem tud újat hozni, akkor Laci bácsi benyögte, hogy egy dolog hiányzik innen, gyerekek, innen a tetőről, mondta, ekkor már egy kicsit elbizonyosodtunk, egy kenguru. Óriási forma, nagyon jó. Jó, jó a buli nálatok is. És aztán olyan 4-9-kor teljesen kórházban vagyok. Azt, hogy az aksi töltőt úgy értette, hogy vasi töltő, ő pedig vas megy egy gyerek, és elkezdte a történetet előről, hát erről már nem is akarom. Tehát a nyugodt, na, kendes hát kihelyzet megvan. Tehát ha csak javasolni tudom mindenkinek, egyébként meg hozzáteszem, hogy itt azért nagyon komoly munkát végeznek, ugye mind a nővérek, mind az orvosok, olyan körülmények között, amelyek hát azért nem hasonlíthatóak össze egy nyugati kórház körülményeivel, és ezzel nem megsérteni akarom azt a kórházat, ahol jelenleg vagyok, hanem ez egy tény megállapítás, de kétségtelen, hogy hangulati elemként egy-egy beteg is tud pluszt hozzátenni a kis zajos mindennapjainkhoz. De azért az mindenképpen megnyugtató azok számára, akik esetleg olyan helyzetbe kerülnek, mint te, hogy profik várják bent ebben a kórházban, és hogy biztos számíthatnak rá, hogy megmentik az életét. Igen. Azt kérdezik azért, hogy azért a mai Róma Bayern simán lehoznád, ugye, Pista? jobbulást kívánnak. Köszönöm egyébként. Szépen. A helyzet az, hogy valójában valószínűleg igen. Tehát én nem érzem úgy, még egyszer mondom, tehát most sétálgatok itt egy kórteremben, telefonnal a fülemen várom a vizitet, hogy 90 percet beszélni olyan nehéz lenne. Ugyanis nyilván mondjuk egy sportriporteri munka az nem fizikailag a legmegterhelőbb. Tehát közben nem 10 kilós vasakat kell emelgetnem, ha a Bayern támad, és 20 kilósakat, ha a Róma. De hát azért nem szabad viccelni, mert ugye saját szervezetünkben nem látok bele. Tehát én most például nem tudom, hogy miközben veletek beszélgetek, mennyi a vérnyomásom. Lehet, hogy indokolatlanul magas. És ennek talán... Gyorsan letesszük, Pista, nehogy gond legyen, ülj le! Inkább csücsülj le valahova! Jó, úgyhogy hát a Róma Bayern, a nagy bánatom, ezt nem fogom látni valószínűleg, de majd betoltolom, úgyhogy aggódni, nagyon örülök, hogy mindenki aggódik, én azt gondolom, hogy jó úton vagyok, és lesz ebből még, ha majd tavasszal esetleg, vagy találkozik a Róma, vagy nem is a Róma Bayern, a Bayern Róma, bár azt mondjuk 2 hét múlva lesz, azt hiszem, tehát addigra nem tudom, hogy mi történik. Nyilván azt is ki kell majd próbálni, hogy mondjuk egy közvetítés alatt hogyan viselkedik a szervezet. De még egyszer mondom, itt szerencsére úgy néz ki, hogy értik a dolgokat, hogy tudják, hogy mikor kell itt Róma Bayernezni, és mikor tényleg vezéres négy, ahogy mondtad. Jó, igen. NB1-et egy ideig ne jó, mert tudod, hogy azon csak felhúzza magát. Azon viszont mindenki felhúzza magát, úgyhogy azt ne, igen. Nagyon drukkolunk, és jobbulás neked, vigyázz magadra. Köszönjük szépen, hogy beszélhettünk veled. Köszönjük szépen. Ciao. Köszönjük szépen. Szia. Köszönjük. Ciao. Egy érdekes témát találtunk így 7 óra utánra, és szerintem ez mindenkire vonatkozhat, mert gyermekkorában mindenki talán telefon betyárkodott egy kicsit, vagy legalábbis eljátszott a gondolat, hogy milyen lenne fölhívni a szomszédot, az alattunk vagy a fölöttünk lakót. És szerintem nyilván itt is arról van szó, hogy telefonbetyárkodás történhetett, mert hogy 2.230.000 hívást regisztráltak május 19-e óta az egységessé vált 112-es európai segélyhívóra érkező bejelentések fogadására. Gyerekek! Hogy azért az... Az nagyon, nagyon komoly szám. 2.230.000 hívást regisztráltak, és kiderült egyébként, hogy ennek a 72%-a értékelhetetlen hívás, mellétárcsázás, unatkozó gyerekek, telefonbetyárok, akik próbálták a 112-t egyébként viccből felhívni. 72%-uk értékelhetetlen. Ami azt jelenti, hogy vagy annyira izgult, hogy nem tudta elmondani, hogy mi a baj, és ezért lett értékelhetetlen, vagy valójában tényleg egyébként nem igazán rászoruló telefonált, hanem az, aki szórakozott, telefonbetyárkodott, vagy üzenetet próbált hagyni, vagy valamilyen más számmal keverte össze egyébként a 112-t. És azt nem tudom, hogy ez Magyarországon 2.230.000 május 19-e óta, vagy mondjuk Európában. Igen, mert ha Magyarországon az napi, gyorsan kiszámoltam, hát körülbelül, de 15.000
15.333 hívás naponta. Az nem annyira reális. Az nagyon sok. Ugye én azt számoltam, hogy június, július, augusztus, szeptember, október, ezek egy 30 napos átlaggal számolva elosztva az, 15.333 hívás, tehát azt szerintem nagyon sok. Vagy ennyi baj lenne Magyarországon naponta, amikor mentőt akarsz hívni, rendőrt? És azt mondják, hogy nem, ez nem a mi asztalunk, hívja, kérem a... A 112 nem mond ilyet, ő azonnal tovább dob téged, ha jó dologgal hívod, de ha azzal, hogy, te telefonbetyárkodsz, azon nyilván nem tud mit kezdeni, de ha te azt mondod, hogy neked mentő kell, vagy rendőr kell, akkor ők ugye dobják tovább a hívást azonnal. Uh-huh. Az egy nagyon jó dolog egyébként, és ezt jó, hogy kitalálták, hogy egységesítették a dolgot. Tehát ez a 104, 107, 105, 108, 103, nem? Ott állsz éppen riadtan, ég a házad. Az bújocska. És akkor, igen, csuri. És akkor szépen végighívod az összes számot, mire eszedbe jut, hogy valójában kit kell hívni, az egy jó dolog, hogy az ez jó. 112 lett. Én nem hívtam. Én nem hívtam még egyelőre, hála jó Istennek, nem volt rá. De te mindig megnézed, hogy leég a szomszéd háza videóban. Nem hívod. Soha nem hívod a 105-t, csak előveszem a statívot, rárakom a kamerát, persze. De hogy ez hogy történik egyébként, hogy így felhívjuk, oda csörgünk, és akkor a többit ezt ők így intézik a különböző szakszolgálatok felé? Tehát, hogy a rendőr kell, akkor ő hívja a rendőrt. Nem tudom, mert mondom, én nem hívtam. Még nekem nagyon szimpatikusan, hogy ez a történet tényleg, mert ez az egységesítés, ahogy ezt te is mondtad, illetve tudjuk is, hogy ez egy tök praktikus dolog, de akkor ők hívják. És nincsen már olyan, hogy betelefonálok, és adott esetben ugye el kell kezdenem így diagnosztizálni, mint ahogy régen volt? Mert amiben biztos ti is belefutottatok, én is belefutottam, hogy felhívtam ugye mentőket, és akkor így elkezdték firtatni, hogy valójában mi is történt, hogy miért nem a pulzust, milyen a színe, a szemefehérje, akármi, van-e hidegveríték, vagy meleg az a veríték, lázas. Nyilván nem azért csinálják, hogy megnézik, hogy van-e orvosi diplomát, hanem hogy felmérik, hogy nagyjából mi lehet. Tudom, de néha azért zavarbejtő kérdéseket tudtak feltenni. Ennyire hívtad a mentőt? Mennyi élményed van? Hát volt ilyen. Tényleg? Volt ilyen. Aha. Egyszer nem kellett még mentőt hívnom. Hát azóta már nem hív segítek senkinek. Én nem hívom mentőt, csak hagyja engedik. Igen. Na, de hogy klasszikus telefonbetyárkodások, ugye ez egy érdekes dolog, hogy gyerekkorában mindenki csinált ilyet, vagy hát mi legalábbis csináltunk ilyet, de gondolom ti is. Tehát voltak ezek a klasszikus telefonfülkék, ugye, amikor is te bementél, és ott lógtak még ezek a nagy, vastag telefonkönyvek, amit te fölütöttél. És emlékeztek még, hogy 2 forintossal vagy 5 forintossal te tudtál telefonálni? Uh-huh. Én még 1 forintossal is. Bizonyám. Arra nem emlékszem. Nekem már csak a 2 forintos és az 5 forintos van meg. És ugye ezekkel te végig hívogattad a telefonkönyvben található neveket, a K betűnél, a H betűnél, mert hogy mindenkinek ott volt a neve, aki beregisztrálta saját magát. Jött a szám, hogy 1 hatjegyű szám, vagy először talán nem is volt 1-es, csak 1 hatjegyű szám, aztán jött az 1-es, aztán jött a 3-as, meg mit tudom én, a 4-es elé. És szépen elkezdtél telefonálgatni, a volt pénzed. Hát az, aki nem hívta fel valamelyik kis lakást, hogy cseréljen nagyobbra, az nem is élt igazán. Az, igen, az nem is az volt gyerek. Az már az anyáinknál is egy ilyen elcsépelt rossz duma volt, nem? Tehát, hogy kis lakást cseréljen, hogy ezen nyomultatok? Hát ezzel mindenki nyomult szerintem. Ez fejlődés fog, ez volt a beszálló szint. És ebből csak ez volt a beta verzió. Így van, pontosan. Értem. Gondold el, aki akkor kis volt, vagy hát most is kis és matávos sima telefonja volt, hogy hányszor hívhatták föl egyébként, hogy kis lakás, nem? Így van. És akkor cseréje. Elvett, ez beleszült. Na jó, van, most megtakarod a nyárba. Kisfiám, hát hogy beszélhetsz így le? Jaj, mama, bocsánat, nem csak valami hülye gyerek már hívok. Hogy mi okozott akkora örömet igazából? Mindig azt csináltuk mi, hogy mi taxit hívtunk. Tehát nekünk az volt a kedvenc elfoglaltságunk, telefonbetyárkodás, ami hívtunk egy taxit, bemondtuk a tesómmal, hogy hol lakunk, és néztük, hogy a taxis teljesen tanácstalanul köröz, körbe megy, vár, és kaján vigyorral az arcunkon, az erkélyen értékeltük, hogy ott van a taxi, amit hívtunk. És egy akkora örömet okozott egyébként, hogy a taxis egy ideig várt, majd elment. Akkor hívtunk egy másik taxit, megint kijött a taxi, várt, ott volt, várta a címet, de akkor még nem volt ez, hogy telefonon, mobilon felszólnak, hogy itt a taxi. Rohadékság volt. Nem kellett megadni a számotokat? Ne, akkor még nem volt. Aha. De elmondtad, hogy mit tudom én, mint a Lajos utca 112-be szeretnél egy autót kérni, nem kértek számot, akkor még ez így nem volt. Nem volt a diszpécser, aki visszahívott. Egyszer csak bíztak benne, hogy te ott leszel.
És akkor ott volt a nyomorult taxis, szegénykém jött, és akkor ott várt. Mi meg lestük az erkélyen, és ha nagyon bátrak voltunk, megdobáltuk Zizivel. Tehát ugye... Hát gratulálok! Ez volt a csúcspont akkor. Ez volt a csúcspontja, amikor a tesóm kitett, Zizivel vagy Dunakavicssal dobáljuk meg a taxist, aki egyébként lehet, hogy már 5-5-ször jött ki erre a címre, és várt, de mindig más címre mondtunk. Terinkő megint itt senki, ráadásul a jég is elkezdett. Ráadásul Zizi eső esik az égben, nézd már, milyen helyen laknak ezek rész, Máura. Úgyhogy ezt csináltuk. Ti mit csináltatok telefonbetyárkodás néven? Csak a kislakás eréjen nagyobbra, szuszogás, belepiszmogás. Mi a full értelmetlen csináltuk, ami azt kedveltük nagyon, hogy beleszóltál, és akkor belemondtál gyorsan, elharapva a mondatnak a végét, cserélj nagyobbra, lecsaptad és elszaladtunk. Mintha bárki is, egyébként érted, most 18. kerületben bementem telefonfülkébe a haverémmal együtt, alig tudtuk magunkat beszuszakolni, 3-4-en, mindenki iszonyatosan adott, röfögve, röhögött, érted, alig bírta visszatartani a izét, a felt bugyborékoló nevetést, és akkor így a legbátrabb azt felvette telefontársaszt, és így, maradj csöndben, figyelj, már fekszik, hallod, most, figyelj, halló, kislakás, igen, akkor cseréljél a jobbra! És csináltad, ennyit hallod, visszarakta a telefont, és elszaladtunk. És mindenki ezt, ahányan voltunk, annyifelé szaladtunk, mint hogy ennek bármiféle jelentősége is lett ugye, volna. Ugye, mert azt gondoltad a telefonbetyárkodásnál, hogy, elkapnak. Hogy elkapnak. Tehát a rendőrség kimegy, és megtalálja, hogy te honnan hívtad. Ez talán most már hallottad a kékfénynek a szignálját, tudod, hogy igen, de soha nem kapott el senki. Igen, de hogy tulajdonképpen, te miért gondoltad azt, hogy elkapnak? Féltél a rendőrségtől? Aha, tehát a hívás lenyomozható, ugye? Közben nem jutott eszedbe, hogy ez a kislakásnak még bekette fel a rendőrségről, hogy fölhívták valamilyen számon, vissza kell, hogy keressék. A büdös életben nem találtak volna meg, de mindig elmenekültél. Ami ráadásul egy utcai fülkéből hívtad őket, tehát azt meg lehetetlen volt akkor szerintem lenyomozni. Semmi esélye nem volt arra, viszont mi ezt az egészet csúcsra járattuk, tehát az értelmetlen telefonon keresztüli zaklatást, ezt gyakorlatilag külföldre is vittük. Elvittük más országokba, idegen honokba. Mert Berlinben is megcsináltuk, vagy oda telefonáltunk. Ott is egy kis lakás? Egy tetszőleges számra, nem, következő. Halló, hier spricht Erich Honecker. Hier spricht Erich Honecker. Jön a szokásos izé, kincstár, hülye, és leteszed a telefon, és elszaladtunk. Ott is egy az egy ugyanezt végigcsináltunk, csak hát gondoltuk, hogy azért még talán hallottunk egy elfojtott Dynamutert, ami jött a másik oldalról, de egyébként pont ennyi volt. Bocsánat, hány évesen voltál te Berlinben? Akkor 38 voltam. De vagy valamikor azt hiszem, hogy 22 vagy 23 voltam. Jézusom, de te 20, Balázs, nyugtass meg, hogy 22 évesen azért te nem hívtál taxit és nem mentél le. Figyelj! Nem, mi 10 évesek voltunk, tehát 22 évesen már picit más volt a szellemi szint. 22 évesen nem de unatkoztunk rohadtul, mert nem volt szállásunk. 22 évesen csajoztam, meg nem tudom, miket csináltam. Jó, mi ketten voltunk, és pasik, és mindenki aludt egész Berlinben, tehát hogy hívják, lenyálasztam volna a szemöldökömet, becsöngettem volna valahova, és csajoztam volna, mit csináltam volna. Nem tudtuk már mással tölteni az időt, az üzletek zárva voltak, a büfét már feltörtük. Picit ilyen későn érotikusok voltatok azért, tehát 22 évesen még fölhívni, hogy itt Honecker beszél, azért az érdekes. Tehát ez 22 évesen mi már nem csináltuk. 8-10 évesen, 12 évesen voltunk. Elvetettük a gyökereit valaminek, ami lehet, hogy ott nem is volt akkor. Igen. Na megkérdezzük, hogy kik hívják a 112-t, mert hogy ugye nagyon sok a tévhívás, és hogy ezeket rögzítik-e, visszanyomozzák-e, egyáltalán mit akarnak a 112-vel csinálni? Hablicsak, hogy Nikolett alezredes itt van velünk. Hello, Niki, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, tisztelettel! Erőt, egészséget! Ez az! Arccal a fegyelem felé. Ja. Te jó Isten. Ez a rendőrség végül is. Igen, országos rendőr, főkapitányság, rendészeti főigazgatóság, ügyeleti főosztályvezetője. Neked mi van a névjegykártyádon, Niki? Hát, mert hogy ez nem az biztos. Amit elmondtál, Balázs, konkrétan az. Uh-huh. Ugye én az ügyeleti főosztályt vezetem, és ugye annak apropóján vagyok itt, hogy a két hívásfogadó központ, ahol a segélyhívásokat fogadják, az is hozzánk tartozik. Vagy és mekkora a névjegykártyád, egy A4-es papír? Hát nem. Kisebb betűkkel van írva, úgyhogy ráfér egy normál méretű névjegykártyára is. Rövidítsetek, legyen csak annyi rajta, hogy Hablicsek Nikolett, hosszú. Nem. Ez a beosztásom, úgyhogy erre én büszke vagyok. Na, tegyük rendbe ezt a 112-t, hogy most tényleg, én most ha otthon vagyok például, és fölhívom, akkor először elmondom a diszpécsernek, hogy mi van, majd azt tovább kapcsol a mentőköz, ahol megint elmondom a diszpécsernek, mert én ezt a dolgot így képzelem, meg írják is néhány, hogy ez így van, vagy egy diszpécser van, és ő már azonnal hívja a mentőt.
akkor szeretném tényleg rendbe tenni ezt a dolgot, tehát 2014. május 19-e óta a Magyarország területéről kezdeményezett összes 107-es nemzeti segélyhívó, illetve 112-es egységes európai segélyhívó számra érkező hívást az országba két hívásfogadó központba kezelik, Miskolcon és Szombathelyen. Hoppá! Tehát ez egy új rendszer, összhangba az Európai Uniós elvárásokkal is, illetve kicsit hatékonyabbá próbáltuk tenni ezeknek a segélyhívó számoknak a kezelését. Tehát ugye valamelyik hívásfogadó központba befut ez a segélyhívás. Ott ugye egy operátor, hívásfogadó operátornak nevezzük ezeket a kollégákat, akik ott teljesítenek szolgálatot, felveszi ezt a hívást. Az informatikai rendszerünk az olyan, hogy most már látjuk, hogy honnan telefonál a bejelentő. Egy poligón adatot látunk, tehát nem konkrétan egy GPS koordinátát, vagy egy utcanév házszámot, hanem azt látjuk, hogy attól függően, hogy az átjátszó tornyok milyen távolságra vannak egymástól, egy bizonyos sugarú körbe látjuk, hogy honnan telefonál a bejelentők, viszont hogyha a vezetékes telefonszámról, vagy egy nyilvános fülkéből telefonál, akkor konkrétan látjuk a címet, illetve vezetékes szám esetén az előfizető adatait. Nagyon fontos azt elmondani, mert ugye itt az a cél is ezzel a mai beszélgetésünkkel, hogy kicsit visszaszorítsuk a szórakozó hívásoknak a számát. De mindjárt erről akartam kérdezni, igen. Hogy mit mondanak, meg kiket keresnek. Hogy te kit szoktál hívni, mit tanácsolsz? Arra is visszatérnék, csak először így a rendszerről tényleg pár mondatot, hogy hogyan működik. Tehát, hogyha valaki letiltja a számát egy mobiltelefonról, mi akkor is látjuk az ő telefonszámát, tehát ezzel kár próbálkozni. És ugye bejön ez a hívás, látjuk, hogy milyen helyszínről telefonál a bejelentő. Az operátorunknak van egy kikérdezési protokollja, pár kérdést feltesz. Ennek alapján, illetve ugye a helymeghatározás alapján, ő ugye eldönti, illetve ebbe az informatikai rendszer is támogatja, hogy melyik készenléti szerv ügyelete az illetékes. Tehát egy klasszikus példa, történik egy közlekedési baleset, amelyben van sérült személy, aki mondjuk be is szorult a járműbe, ebbe az esetben ugye szükség van a rendőrség, a mentők és a katasztrófa védelem beavatkozására is. Ez tiszta. Igen, ezt és itt jön az arra válaszolnék, amit ugye kérdeztél, hogy ebbe az esetben nem kapcsolgatja tovább egyesével a három készenléti szerv ügyeletére a bejelentő. Na, ez jó. És nem kell ugye háromszor elismételnie ugyanazt, ami ugye időveszteség is, hanem ugye egy konferencia beszélgetés kezdeményezésével mind a három készenléti szerv ügyeletét egyidejűleg bekapcsolja, bent marad ő is, az operátor is ugye a konferenciába, illetve bent van a bejelentő is, és a bejelentőnek egyszer elegendő elmondani, hogy mikor, hol, mi történt, és a készenléti szervek ügyeletei ugye ezt egyidejűleg hallják, és egyidejűleg tudják indítani a reagáló egységeiket, igen. Jó, akkor ez szuper, elmondtuk. Jó, mi van a telefonbetyárokkal, ők mit csinálnak? Fölhívják a 112-t, és mit mondanak? Beleröhögnek, vagy mi most a menő? Mert mi elmondtuk, hogy mi mondjuk 20 éve mit csináltunk. Most mit csinálnak? Mert ez a 2 millió hívás, hát ez rengeteg. Igen, hát most ugye egy friss adattal azért tudok nektek szolgáltatni, hogy október 17-ig, ugye május 19-től 2.428.000 hívást regisztráltunk ebben a rendszerben, és ennek a 71%-a volt olyan hívás, ami nem igényli egyetlen egy készenléti szerv beavatkozását sem. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy ez mind rossz indulatú, ebben vannak téves hívások, gyerekek által kezdeményezett hívások, elkapcsolások, vannak ilyen zsebhívások, ugye most már olyan okosak ezek a telefonok, hogy néha maguktól is benyomódnak és fölhívják a 112-t. Hát egy-két ilyen viccesebb, illetve hát ez megítélés kérdése, hogy viccesebb, de egy-két esetet azért mondanék konkrétan, ami így elég gyakori előfordul. Ugye gyakran hívják azzal a segélyhívó vonalat, hogy adjanak segélyt, mondják az operátorunknak, és hát amikor az operátor értetlenül áll a dolog előtt, hogy miért adjanak segélyt, akkor ugye az a válasz, mert ez egy segélykérő vonal. De vicces. Igen, hát akkor mondom, ez semmit nem változott, a kis lakás cseréje nagyobbra, ez ugyanaz a szellemi szint egyébként, ilyen, csak igen 30 évvel később. Van egy kedvencem, amit megosztanék veletek, illetve a kedves hallgatókkal. Természetesen helyszínt nem mondok, egy idős hölgy bejelentette, illetve gyakran bejelenti, hogy hozzá rendszeresen betörnek, mert amikor ugye elment otthonról és hazatért, és leült a kis székére, akkor nem ért le a lába, mert valaki hozzátoldott a széklábához, de amikor jobban körülnézett, akkor azt is észrevette, hogy a ruháit valaki kisebbre varta, a bugyjából tangát csinálta, és a kabátja felét más anyaggal pótolták ki, de egyébként felszedték a parkettát is, és újat raktak le. Tehát vannak ilyen jellegű bejelentések, aha. És hát ami aktuális most ugye a választások kapcsán, kampánycsend idején beszóltak, hogy a szomszéd motoros fűrésszel vágja a fát, és kampánycsend sért.
tetszést követette. Minden jó! Mindent visz. Illetve hát van ez egy, ami nem indult viccesnek, de aztán hála Istennek vicces lett, egy kétségbe esett, hát hallatszódik, hogy gyerek hang hívja a 112-t, hogy Kós Benzsinek leállt a szíve a kutyatáp főzeléktől. Ugye hát operátor egyből kérdezi, mentőket próbálja kapcsolni, és akkor kiderül egy perces kikérdezés után, hogy Kós Benzsi az egy hal. Úgyhogy... Jaj, nem tett jót neki a kutyatáp főzelék. Nem, ez mondjuk egyébként érthető. Igen. Hát az biztos, hogy a gyerekek nagyon nagy számba használják ezt, tehát abból is látszik, hogy iskola szünetben megnő ezeknek a hívásoknak a száma. És hát vannak olyanok húsvéti időszakban, hogy gyerekek betelefonálnak, hogy ő nekik csak kék és sárga tojást hozott a nyuszék, és ők szeretnének pirosat, és ebbe kérnek segítséget, tehát mindenféle bejelentéssel találkozunk, sajnos. Azt mondjuk menő a gyereket fővje a 112-t, nem? Igen. Nem hozol neki húsvéti ajándékot, és betelefonál, hogy elpanaszoljam. Vagy nem olyat kapott, amilyet szeretném vala, és de van csere alapja. Igen. Na jól van, Nikolett, nagyon-nagyon szépen köszönjük, csak kíváncsiak voltunk tényleg ez a 2.300.000, vagy durván 2.300.000, ez egy óriási szám, hogy tényleg mit mondanak, vagy hogy tudott ennyi lenni, de most már akkor értjük, hogy azért tényleg hát megvan, igen, ez matematikailag, igen, csak 70%-a effektíve használhatatlan. Azt viszont köszönjük. Azért igen? Azt még szeretném elmondani, hogyha már így lehetőséget kaptam, hogy tényleg az lenne a cél, hogy a 112-t, illetve a segélyhívó vonalakat csak akkor hívják, hogyha valaki bajban van. Tehát azért ugye itt vannak vicces történetek, de lehet, hogy ezek alatt a vicces történetek alatt valakinek az élete van veszélybe, azonnal is. Természetesen ezt mi is így gondoljuk. Tehát ugye itt az lenne a cél, hogy tényleg kialakuljon ennek a segélyhívásoknak a kultúrája is, hogy tényleg abban az esetben hívják az emberek, hogyha a három készelék hát terv beavatkozását igénylő bejelentésük van. Persze. Niki, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Én is nagyon szépen nektek. Köszönöm szépen. Sziasztok. Hello. Köszi. Szép napot. Hallicsek Nikoletta. Országos rendőrfogadó Na, nézzük meg akkor, hogy ki mit csinált. Jó, ki az, aki kislakásban lakott és hívogatták, és emiatt el kellett költöznie, ki az, aki telefon betyárkodott, mit csinált, mit mondott, kit hívott, nyilván nem mindenki csak magánlakást. Vannak, akik gondolom, hogy például tényleg taxitársaságokat, más cégeket, bármit, hogy mi ment régen és mi megy most, bár természetesen maximálisan ezt is elítéljük, és nem jó a telefonbetyárkodás, és Jani német Ich biene Honecker című dumáját meg aztán végig. Bocsánat, csak jelzem, hogy az Kelet-Németországban történt, én így küzdöttem az akkori totalitárius. Ja, miattad bontották le a falat, mi? Igen, elindítottad a fal lebontását. 7:30 pontosan, 7 perccel jönnek a hírek, mi pedig jövünk az SMS-ekkel a hírek után. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. A telefonbetyárkodásról beszéltünk, és arról ugye, hogy ki mit csinált gyermekkorában, illetve ki, hogy telefonbetyárkodott. De hát, hogy hallottuk, ez a dolog egyébként nem változik. Tehát akkor magánlakásokat most a 112-t hívogatják a gyerekek. És, de a legtöbb esetben csak ártatlan gyerekcsinyről van szó. A legtöbb esetben nyilván igen, arról van szó, hogy a gyerekek unatkoznak, vagy próbálgatják, hogy milyen az, amikor az ember telefon betyárkodik. Ugye nagy klasszikusok jönnek, ezek igen fárasztóak, de egy csomó beugrott egyébként, amit már ezek nem csináltunk. Igen fárasztóak. Igen fárasztóak, igen. Volt osztálytársam, mert felhívtam éjfél körül, látlak, figyellek, néz ki az ablakon, ne azon, a másikon. Sikítva lecsapta a telefont, én kb. 30 kilométerre voltam tőle. Aztán nagyon sokan írják ezt a medvelakást, én ezt nem ismertem, hát ez egy nagy klasszikus. Medvelakás, igen, akkor bocs. És Jézus, ne vár! Gondold el, ha te mit a medve Károly vagy, és te egy medvelakásban laktál, és ezt mondjuk valaki megtudta, és hányszor hívtak föl, hogy akkor bocs. Ma már nem vagyok rá büszke, de gyermekkoromban viccesnek tűnt, írja egyébként Zsófi, aki nőlétére vagy lánylétére ugye telefonbetyárkodott, azt mondta, jó napot, mikor szállíthatjuk a kádat, milyen kádat, anyukádat. Atya, úristen, ezek egyébként nagy dumák. Ezt mondja, hogy... Azt mondja, én egyszer felhívtam Fa Jánost. A felesége vette fel, én megkérdeztem, a Jankó itthon van? Megkérdezte, milyen Jankó? Hát a Fa Jankó. Jézus! Atya, úristen! Tibi küldte nekünk. Aztán nagyon sokan telefonáltak sárkány lakásba. Én ezeket például egyáltalán nem ismertem, hogy ilyeneket mi nem csináltunk. Haló, sárkány lakás? Igen, süsű otthon van. Klasszikus. Norberto írja, igen, ez egyébként egy nagy klasszikus. Köszönjük szépen. Én a szomszédnak rendeltem ki taxit és 8 családi pizzát. A taxissal kaputelefonon üvöltött, a pizzafutárnál idegösszeomlást kapott, írja nekünk egy hallgató. Jó, ez mondjuk, ez rohadék. Ez személyiség, igen.
Hajnali egykor vidáman hívtuk a Labanc Waltert, amikor szépen bejelentkezett, haló Labanc lakás, boldogan mondtuk, hogy itt meg a tenkes kapitánya. Ja, Istenem. Atya úristen. Dedós, de azért ez, nagyon, az összes nagyon dedós. Az összes nagyon dedós, de jó egyébként. Mi mindig ugyanazt a számot hívtuk. Julit kerestük többször, majd egy fél óra múlva újra felhívtuk a számot, hogy Juli vagyok, keresett valaki. De tutira mentünk, a nagymamát hívtuk, hogy a reakciót is lássuk. Szép napot, Timi. Ez milyen, hogy nagymama a másik szobába felveszi 65-ször a telefont, igen. Sárkánylakás, igen. A sót megkapták-e, ezt is sokan elküldték nekünk. Milyen sót? A koporsót. Azért gondolod, hogy így valaki felhív egyébként, igen. Én anno a 107-nél dolgoztam, gyakran voltam ügyeletes, ahová sűrűn betelefonált egy idős hölgy, hogy a háza előtt álló kocsiból láthatatlan orvosok sugározzák az agyát. Jó, ez beteg, ez azért nem ugyanaz. Tudtam, hogy nem szedi a tablettáit, de azért mindig kiküldtem hozzá a láthatatlan járőrt. Mikor ezt közöltem vele, megnyugodott, és aznap már nem telefonált többet. A láthatatlan járőrt. Szegénykém egyébként. Igen, ott komolyabb probléma volt. Mi egyszer hajnali kettőkor böngésztünk egy apró hirdetéses oldalt, felhívtunk egy eladót, aki mobil WC-t árult, mondtuk neki, hogy sürgősen kéne, mert már nagyon kell. Mi? Kérdeztük, hogy a WC papír jár-e hozzá, nagyon örült nekünk hajnali kettőkor, 10 perc múlva visszahívtuk, hogy már tártalan, mert be. Atya, Isten. Felhívtunk egy német nevezetű embert. Haló, német lakás? Igen, a Führerrel szeretnék beszélni. Nem tudom adni, jelenleg fürdik. Valószínűleg nem ez volt az első hívás az életében. Valószínűleg erre már felkészült. Igen, ezt Laci küldte nekünk. Igen. Haló, madár lakás? Nem veréb. Miért? A veréb nem madár? Jézus. Atya úristen, és ezt hányszor meghallgathatták szegényre? Hányszor végighallgatták? Gondolj bele, igen. Anyámat egyszer felhívták telefonon, hogy a csatorna portalanítását végzik, és megkérték, hogy fújjon bele a kagylóba. Anyám belefújt. Ez eddig a legjobb. Az milyen? Portalanítjuk a csatornát, és kagylórendszert, kérjük, és a vonalat fújjon, fújjon bele a kagylóba. De Muter belefújt. Hát milyen lelkényed? Aztán állítólag ez is nagy klasszikus, nem ismertem. Haló, kutya, telep? Nem. Akkor miért ugat bele? Jaj. Na jó, igen, ez az alsós kategória. Igen. Vannak még egyébként primitívek, azokat már nem tudom. Ez is csak egyébként városi huncutság volt. Igen, van nyelve, igen. Tessék? A városi huncukság volt a mikorunkban, mert nálunk egyszer próbált meg a faluban valaki ilyen telefonbetyárkodást, ugye annak idején ez a 70-es évek közepe volt, akkor még körülbelül azt hiszem 20 darab szám volt a faluban, tehát az volt mondjuk a miénk, hogy 08-as, és csak úgy tudtál tárcsázni, hogy tudod, betekerős volt, és a központot kellett kapcsolni. Na most nálunk a telefonos átverés ezt úgy tudna megoldani a delikvens, aki ezt akarta csinálni, hogy fölhívtad a központot, és kérted a 17-es számot, akik a kisék voltak, és elsütötted a cseréjék nagyobbra, amikor kis úr visszatelefonált a központba, és megkérdezte, hogy ne haragudjon már Marika, tudja, hogy ki kért engem előbb? Úgyhogy egy másodperc alatt buktál le ebből a sztoriból, és gyakorlatilag így a telefonos átverés az nálunk nem ment. És 2 óra múlva nem csodálkozhatta rajta, hogy valaki hátba dobott egy lapáttal a fő utcára. Igen, viccelődünk. Rágyújtották a pajtát hirtelen. Igen. Na hát mindenesetre ezeket a segélyhívószámokat ne hívogassa senki. Hogyha ki akar élni magát, hogy kisgyermek, az inkább. Akkor hívja a Jani számát, mondom. Így van, vagy a medvelakás. Vagy a medvelakás, igen. Ah, régi szép idők ezek, és ugye volt az Iker, és hát amikor az Iker beszélt, te nem tudtál beszélni, az megvan. Ugye minden panellakásban meg volt egy telefonszámnak az Iker telefonszám, ami ugye nyilván nem ugyanaz volt, egy-két szám eltérés volt, de ha az Iker beszélt, akkor nálad csönd volt. És azt tudtátok, hogyha te és az Iker egyszerre vetted föl, akkor ti ingyen tudtatok beszélni? Hogyha megbeszélted az Ikerrel, hogy vegye föl a telefonját 19:58-00-kor, és 1-2-3 is fölvettétek, akkor te az Ikerrel tudtál úgy, hogy hallottad őt. És ott volt a lakásban. De olyankor átmentél, órát igazítottatok, és akkor megdumáltátok, hát a 19:58. Vagy megdumáltátok, hogy 19:00-kor egyszerre vegyétek fel a telefont, 58-kor, és ha az Iker és te is egyszerre fölvetted a telefont, ezt kevesen tudták, akkor ti egymással tudtatok beszélni, de egyébként rohadtul nem akartatok, mert az Iker általában vadidegen volt. Tehát teljesen fölösleges volt ingyen beszélni. Csak én emlékszem, hogy nekünk olyan volt az Ikrünk, akivel mi jóba voltunk, és mindig ez ment, hogy 3-2-1 vett föl a telefont, fölvette, egy adott időpontban, és abban a pillanatban ingyen beszéltünk egymással. Aminek semmi értelme nem volt, de jól esett, hogy az Ikerrel ingyen beszélsz. Felvetted, és csak néma volt a telefon, az megvan? És akkor tudtad, hogy az Iker beszél. Milyen rendszer volt? És amíg az Ikered beszélt, nem tudtál beszélni.
Téged nem sem nyomor, tudtak hívni, semmi. És téged sem tudtak hívni, semmi nem volt. Tök csüket volt a telefon, amíg az ikret beszélt. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadonjával.